A rendezvényt a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Tolnai Népújság, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna vármegyei adóigazgatósága közösen szervezte. Az eseményen köszöntőt mondott Filóné Ferenci Bolya, Bonyhád város polgármestere, kiemelve, hogy első alkalommal lépte át ez a rendezvény Szekszárd határát. Dr. Beréti Zsolt, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a vállalkozásokat érintő pozitívumokról beszélt. Amikor egy hivatalnak az a szemlélete, és az elmúlt időszakra, korai múlt időszakra, ez most már nem jellemző, de a hivatalnak az a szemlélet, hogy egy beruházást hogy akadályozzon meg, egy vállalkozót hogy bírságoljon meg, egy eljárásban hogy akadályozzon bármilyen módon, az nem fog előre vinni. De mind a NAV, mind pedig a kormányhivatal tekintetében az elmúlt 6-8-10 évben azt vállalkozóként bátran merem mondani, hogy olyan segítőkész és szolgáltató jellegű, akár a kormányablak, ha megnézi a kormányablak, mennyivel rugalmasabb, mint egy korábbi ügyintézési rendszer, ha megnézi a NAV-tól, mennyi információt tud kérni, akkor ezek most ezt a korábbi jelentős terhet azért komolyan leveszik a cégek válláról. Potápi Árpád János államtitkár szintén méltatta, hogy a rendezvény immár új helyszínen került megrendezésre, nem Szekszárdon. Arról is beszélt, hogy az új területfejlesztési politikában kiemelt figyelmet fordítanak a Dél-Dunántúlnak, azon belül is ennek a kistérségnek. A jövő nagyon pozitív, a következő 1-2 évben nagy előrelépés várható a régió gazdaságában. Horváth Kálmán, Tolna vármegye főispánja szerint a régiónk most még lemaradásban van, de az adottságai nagyon jók. Görgei Zsolt István külön előadást tartott. Beszélt az első kiadványról, amely 2005 karácsonya körül jelent meg, abban még 50 kiválasztott volt. Ez a mostani kiadvány már a 18. Hangsúlyozta, hogy a paksi és a szekszárdi járása meghatározó a megyében jelenleg. Úgy gondolom, hogy az elmúlt években, ami nagyon változott, az a digitalizáció, tehát a vállalkozások működésébe, de az adóhivatal működését nézzük ott, és a digitalizáció az, ami alapvetően átrendezte az információ áramlást és a gazdaság működését is, és ahogy előre tekintünk, szerintem ez lesz a tovább folytatódik, és hát a mesterséges intelligenciát emlegeti mindenki, szerintem ennek nagy jelentőség lesz minden vállalkozás életében. Az eseményen résztvevők meghallgathatták a Mi Újság Paks 2 című előadást Németh Szabolcs, Paks 2 ZRT média kapcsolatok osztályvezetőjétől, amelyben arról számolnak be, hol tartanak jelenleg a kivitelezési munkák.